280 ezer forintért bérelt autót 2 napra a Lázár János még államtitkárként Zürichi utazásakor, Milánóban pedig majdnem 500 000 forintot költött el étteremben és a sofőrje szállására. A 3 évvel ezelőtti összesen 2 millió forintba kerülő utazásokról most közölt friss adatokat a miniszterelnökség. Az MSZP szerint a miniszternek nem kellene tovább titkolóznia. Zürich, a nemzetközi pénzügyi és gazdasági élet svájci központja. Ide utazott 2013 márciusában Lázár János még a miniszterelnökség államtitkáraként. Egy munkatársa kísérte el a találkozójára, ami ugyanabban a drága szállodában volt, mint ahol megszálltak egy éjszakára. Annak a szállodának a szolgáltatásait veszem igénybe, amelyben lakom. És ott lakom, ahol találkozom. A miniszterelnökség azt közölte, a 2 napos úton a majdnem 200 ezres szállodaköltségen kívül 280 ezer forintot költött Lázár János autóbérlésre. Lázár azt mondta, nem emlékszik, milyen autó volt. Kivételesen nem emlékszem az autóra, nem hagyott bennem mély nyomokat. Kerestük a minisztert, hogy megtudjuk, ha abba a szállodába szervezte a találkozót, amelyben lakott, akkor miért kellett 280 ezer forintért autót bérelnie. Írásban azt válaszolták, Lázár János részletesen beszámolt az utazásokról, ezen kívül egyéb tájékoztatást nem adnak. Ez már Milánó. Itt 2013. júliusában töltött egy éjszakát Lázár János kísérőjével. Szintén szállodában aludtak, kettejük szállása majdnem 600 ezer forint volt, és 450 ezer forintot költöttek egyéb kiadásokra. Most arra kiderült, a 450 ezer forint egy része a vele utazó sofőr szállására ment, a másik pedig éttermi számla tárgyalásról. A miniszterelnökség azután kezdett el részleteket közölni Lázár 3, összesen 2 millió forintba kerülő utazásáról, hogy Pető András még az Origó főszerkesztő helyetteseként pert indított az adatokért. Pető azt mondja, egyre kevesebb a nyitott kérdés. Amit nem tudunk, az, hogy mondjuk konkrétan hol szálltak meg, tehát hogy miért voltak olyan szokatlanul magasak azok a hotelszámlák. A másik pedig viszonylag keveset tudunk arról, mi volt a tartalma ezeknek az utazásoknak, tehát hogy kikkel találkozott, miről tárgyaltak, egyáltalán mi történt ezeken az utazásokon. Néhány hete jogerős bírósági ítélet kötelezi a miniszterelnökséget, hogy kiadják Lázár utazásainak részletei. A tárca azonban a kúriához fordult felülvizsgálatért. Lázár azt mondja, semmiképpen sem szeretné kiadni, hogy kikkel találkozott. Az MSZP szerint Lázár törvényen felülnek képzeli magát. Évek óta húzódik a történet, sejtjük, hogy valami nincs rendben, csak maga Lázár János miniszter úgy gondolja, hogy ő a törvények fölött áll, és neki nem kell beszámolni az adófizető állampolgárok felé, hogy közpénzből, állami vezetőként ő mit csinál. Lázár János még az elsőfokú ítélet után visszafizette a 3 utazás összesen 2 milliós költségét. 2 hete pedig bejelentette, lemond az utazási költségtérítésről, ami egyébként törvény szerint jár neki.